Túl vagytok a főpróbán, Sopron ellen. Tartottátok ezt, hogy a 4-re nyertetek. Hogy érzed, hogy ment a játék? Nyilvánvalóan, hogy az edzőmeccseket nézzük, így kompletten, akkor egy elég jó képet mutat a csapat. Azt gondolom, hogy voltak olyan momentumai a meccsnek, amik abszolút tudatosak voltak részünkről, és ez mindenképp örömteli. Tehát ez egy jó dolog, hogy voltak olyan szerkezetváltások is, amik tudatosan történtek és sikeresek voltak. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Örülök, hogy vannak olyan játékosok, akik bemutatkoztak a felnőtt csapatban ez az alapozás alatt, és jól mutatkoztak be a Kiskokó, Jelena. Azt gondolom, hogy ez mindenképp egy pozitív dolog, és folytatja azt a tendenciát, ami ugye most már évek óta az akadémiáról kijövő gyerekeknél látható, hogy van bennük potenciál, nagyon bízom benne, hogy ez az első osztályban is megmutatkozik, majdnem csak az edzőmeccseken. Végre rövid alapozás volt, végére értünk, de hát nyilván jövő héttől más KVS következik. Jó volt újra a center pályán játszani? Jó volt, abszolút egyébként. Óriási a különbség. Óriási a különbség a műfű és az élőfű között, és ebből azért vannak, hogy is mondjam, neked technikai problémák egyébként, mert hozzászoksz a műfűhöz 4-5 héten keresztül, és utána jön egy nyilvánvalóan a tél miatt is egy kicsit rosszabb minőségű pálya, göröngyösebb pálya. Hozzá kell szokni, teljesen más, mint amin eddig edzettünk. Én bízom benne, hogy azért a jövő hét még eltelik a füvön, és akkor még jobban adaptáljuk magunkat ehhez a talajhoz, és akkor a Hali ellen tényleg nem egy brusztolós küzdős meccs, hanem egy focira hasonlító mérkőzésen.